majdnem otthon vagyunk, Székelybában fogunk játszani ma este. Nagyon örülünk és köszönjük szépen a meghívást, csodálatos helyen vagyunk. Ja, nagyon. Nagyon várjuk már. A harmadik nagy lemezünk jelent meg január 26-án, jegyeket, bérleteket címmel. Hát, fú, hatalmas nagy jelentőséggel bír a zenekar életében, nagy küzdelmek után végre sikerült megszületni a daloknak és a videoklippeknek. Jön a negyedik és majd az ötödik, és ha jó Isten úgy akar, akkor nem állunk meg. Járom a táncot, miközben nyár zápor, mossa el gondjaim, szívem is lángol, ma éjjel fogod a kezem, de nem kell már nekem. Vannak dalok, amik ilyen pillanatnyi életérzéseket tagolnak, akár egy éjszakai pult melletti iszogatást egyedülön, egymagad, szingiként egy szórakozó helyen, onnan a hazafele vezető út. Daloltunk az elhunyt nagyszüleinkről is, tanultunk utazásról, visszaérkezésről, a igazából hazaszeretetünk, minden egyes, ami egy szóval tudnánk megfogalmazni az egészet, igazából énekeltünk az életről. Ugye emlékszel, hogy gyermekként de szép volt, idézd fel néha a gondtalan éveket. Sok minden történik az életünkben. A fiatal éveinkről, a serdülőkorról, a felnőtti változásról, az eltávozásról, a családi fészekből, és majd a végállomásról is. Úgyhogy így lássuk mi a világot, hogyha valaki szeretné látni vagy hallani, hogy öt fiatal ember, Gyergyószem Miklósok, hogy látja a világot, akkor a dalokban mindent megkap, bele tud nézni a lelkük mélyébe. Visszanyúlnak egy-két dalok, mondjuk ilyen 3-4-5, akár 10 éves pillanatokig is, tehát ami most emberedik fel, úgymond bennünk. És ezeket jó most tagolni, mert ezek letisztultak, ezek tényleg olyan dolgok, amik mostanra tisztultak le. 10 éven át csak húztam, vártam a legnagyobb csodát. Tegnap este az akváriumban játszottunk, és közel teltházas koncertünk volt. Életünkben először voltunk önmagunkra a nagyhalban, úgyhogy tényleg kiemelő pillanat volt kimenni a színpadra és látni azt a tengernyi embert, akik eljöttek, hogy minket nézzenek, hogy hallgassák a dalainkat. Nagyon hálások vagyunk tényleg mindenkinek, aki eljött. Egy életre szóló élmény volt. Számomra egy ilyen érzelmi hullámvasút, de szerintem egy mindenkinek, hogy megjártuk a legmélyebb, legmagasabb pillanatokat a tegnap este. Egy hatalmas nagy visszajelzés az, hogy egy pár hete kiadott dalokat az ember tényleg énekelt. Hogy hány telefon van a magasban, igen. És ez egy ilyen slágermérő szerintem. Visszajövök majd én is egyszer, ha lesz még újra nyár, legyen úgy, mint rég. Van három típusú tervünk, van a rövid távú, közép, meg a hosszú távú. Van egy pár meglepetésünk, az info folyamán fognak megjelenni dolgok, érdekességek rólunk, a zenekarról. Dalok is fognak megjelenni, szerintem már május környékén csőre töltve van kettő dalunk erre az évre, úgyhogy nem fognak unatkozni az emberek, hogyha körülöttünk mozgalódnak, meg közel maradnak, mert bőven van még, amit felkínáljunk. Ezt a lemezben mutatott nekünk közelességünk hazavinni, hogy otthon fogunk szervezni, még a részletekkel majd később, de hogy haza szeretnénk ezt vinni Erdélybe is, ezt a lemezben mutató koncertet, mert otthon is szeretnénk, hogy hallják az emberek, hogy mit csináltunk az elmúlt egy évben.